másik sorozatunkhoz, hát én körültához kapcsolódik. Érted? Ebbe a színdinamika az érdekes, a forma, és a színdinamika, ahogy kitölti a felületet. Egyébként még korai állapotban van, már mit fog kinézni? Ez mi csak az alap. Rakom fel a festék is praktivál. Érted? Sokkal összefogottabb lesz a vázlatot általában fejben kigondolom. Elképzelem. És akkor felhúzom. Van úgy, hogy megszállom kicsit, de és ilyen. De ez például nem csináltam semmiféle kisebb vázlatot, hanem négy másik kép van alatta, és minden teljesen más, még megmutatom néket elakult, minden teljesen más. Érted? Hát folyamatosan alakul minden. Tulajdonképpen érzéseket festek. Érzéseket lelki elput. Érted? A kép, a vagyok, ügyelni. Mikor mértél, mondtam neked, hogy a tárvaik üdítettek, alapellem meg bulindult ki, tehát a föld, víz, tűz, levegő. És akkor elöket buntöm, akkor hozzájön mikrovilág, makrovilág. Tudod, most nem csak ez foglalkoztat, hanem sorostói képek is este megvilágításből. De az is eszteheltön, nem konkrétan kidolgozva, csak formák, illetve színfoltokból távolodik össze az egész. És ez nem csak látvány, hanem hangulat is, érzés. Akkor jó egy kép, ha aki ránéz, abban felébust valamit. Szívesen nézi. A képek többsége kör alakul. Miért? Mert a kör a társadalmi szimbólumok. Kör meg a négyzet a teljes szimbólumban. Főleg a kör, mert az természetes, nincs ebben a szöglet. Érted? Az organikus. És akkor azt megtölteni tartalommal. Színtartalommal, formatartalommal. És úgy, hogy akkor is átadjunk valami érzést, hogyha nincs rajta konkrétan felismerető forma. Képzel el, hogy így is működik. Érted?
mert nem azt szokták kérdezni, hogy mit ábrázol, hanem elkezdeni mesélni, hogy neki mit mond. Ez a különbség. És akkor, igen, akkor jó a dolog, hogyha megmaradott a rendőrfan területet. Körülbelül 5 éves voltam, amikor unokát kaptam. És a húgom, a szomszédgyerek szintén elkapta, ők megbukták. Én viszont kaptam egy stetoszkóp injekciót, amiről akkor még nem tudták, hogy gyerekbéreg. Tudod, hogy ezt használták egyébként, érted, bakteriális fertőzéseknek. Egyébként, aki beadták, az törőgyűlés volt, családi barát. És akkor egyszer csak vették is le, hogy romlik a hallás. Mert az irekció tönkrevágta a hallóidegeket. Tehát épp embernek ennyi hallóidege van, nekem pedig maradt ennyi. Ennek lehet visszatni a hangot. Tehát nem volt teljes felbontás. Nem mindig értettem, amit mondalak. És ez számtalan nehézséget okozott általános iskolában. Tanárok egy is rohás volt, megértő, de voltak olyanok, akik azt mondták, hát nem értem, amit mondunk. Átkerok a kis iskolába. A felolvasom felé. Hát csak nem loktak át, mert anyám bement, és akkor elmondja elsőkülékig, hogy mit, hogy miként kell. És akkor így jártam ki a nyugodtságot. És mentem tovább. Akkorban nem úgy kérelték a fogyatékosokat, mint most. Hát olyan volt, hogy aki szemüveg volt például, csúfolták a szemüveg, és hát még engem. Érte? Na jól van. Ezzel kellett együtt élni. Megfogtam. Sok barátom lett, de akkor még jobban beszéltem. Sokkal. Hát képzeld el, hogy olyan volt, hogy ki kellett állni az osztályé, mesét kellett mondani. Én voltam a főmesi mondós. Tehát akkor még jobb volt a beszédem. Két baromjelus halók is végve rajtam. Mindent felves. Érted? Mindent. Különösen a mechanikus halókat. Csak az a baj, hogy a beszédérhetőséget automatikusan nem tesz lehetővé. Érted? Ezt is meg kell tanulni. Hát minden nap hallgatunk zenét. Nem is akarom ilyeneket. Hát Bachtól kezdve, érted? Pink Floydig mindent, tehát legyen meg mi valót. Érdekes téma, mert aktot is sokféle képe lehet festeni. Érted? És tehát mit gondolsz, mitől jó? De nem csak az akt, bármi. Tehát lehetőség az,
mert mikor jó vele, valószínűleg érte, mert akkor jó mind a kettő, hogyha van kicsi elvesi. Ed, szép női formák, önmagában, mi csak formák, mi csak formák. Érted? Az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy az a lényeg, milyen kicsi elvesi. És majd vagy sikerül belevinni, vagy nem. Egyébként szívesen is rájuk aktut is, amikor kedden van. Nagyon sokat rajzoltunk aktut, főiskolás körünkben megállítottak, meg utána. Hát egy időben sok páros képet csináltam. Tudod, tehát kettős akt, férfi nő. Találkozó párosítottak. Ott van a háttal, mögött a zsárvány, mögött is egy. Az egyik legkorábbi, ami 87-es. Szóval női test szép. De egy jó kép akkor lesz belőle, ha sikerül belemenni azt a kis üvárvást, ami a modellből jön, ha megfordul a lényegét, vagy sikerül, vagy nem. Képzeld el, hogy volt ilyen, hogy feljött valaki, lövas képér, akkor még lövöket is festetted, azt is többek között. És ahogy feltérünk utánbe, volt egy abstrakt képen, amit csak szívfoltok ültek. Érted? Hát csak szívfolt, sem konkrétum, szívfoltok. És akkor erre is azt mondja, nekem is kell. Kérdem, miért? Hát lovas képültél, azt is rájuk sem, de el is kell. Miért? Hát azért, mert tetszik. És mit tetszik benne? Hát olyan, mint hogyha a tengerpart ülnénk, és gondolkozik magamba. Érte? És a jó Isten tudja, hogy mire gondol, amikor a tengerpart ül, és gondolkodik.